az emberek nem tudják azt, hogy a szerveink időre vannak kódolva. Tehát időre vannak kódolva. A szerveidnek az idő kódolása 120 év. Oké? De ha egy szerv jobban igénybe van véve, akkor annyival rövidebb időn belül felmondja a szolgálatot, amennyivel, ez olyan, mint az autó, érted? Tehát ha a szocializmusra visszaemlékszünk, akkor 150-200 ezer kilométer között minden autót generálni kell, minden motort generálozni kell, tehát az autóban lévő motort fel kellett teljesen újítani. Most sem végtelen időtartamúak az automotorok. Tehát az ember szervei, egész szervezete a 120 évre van kódolva. És bármit túlhasználsz, bármilyen szerved, akkor az elhasználódik, és fölmondja a szolgálatot. Oké? Erre mit érnek el az embereknél? Agyatlan emberek, Istenem. Tehát 120 évre normál üzemmódra van kódolva a szíved. Normál üzemmódra. Ha valaki mondjuk éjsportoló, a bárgyúja, nem tudok más mondani, akkor rendszeresen jár edzésre, versenysportra, stb. Ami azt jelenti, hogy a szíve sokkal többet dobog. Ami azt jelenti, hogy sokkal hamarabb elhasználódik. Világos ez. De nem csak éjsportolás van, hanem van tömegsport is. Érted? És ezt miért kell az embereknek elmagyarázni? Nem értem. Hogy a szervünk egy mechanikus dolog, a szerveink mechanikus dolog. Nem végtelenre van kódolva semmilyen. Se a májad, se a léped, se a tüdőd, semmi nem végtelenre van kódolva, se a szíved, meg főleg nem. A szíved úgy működik, mint egy motor, egy az egybe. Hát ha túl van terhelve, az elhasználódik, bocs. És az emberek feldobják a talpukat idő előtt. És az úgy, most milyen módon használod el a szerveidet? Mérgezések útján, vagy túlterhelés útján, az most tök mindegy. Vagy például úgy, hogy hát ez olyan, mint hogy a motort üzemeltetnéd, és nem raksz bele kenőanyagot. Érted? Vagy nem elég kenőanyagot adsz neki, és időnként kimarad a kenés. És fogja, és a motor sokkal hamarabb megy tönkre. Ugyanez a szerveink. Ha nem kapja meg a kenőanyagot, ami elsősorban víz formájába jut be, akkor a szervezet elhasználódik. Tehát az embereknek miért kell ezt elmagyarázni? Ja, azért, mert olyan mértékű a manipuláció, érted? Hogy fogalmuk nincs ezekről, mert nem tudnak gondolkodni. És nem tudják ezt logikusan végig gondolni, hogy van egy mechanikám, az a szerveim, és az mind időre van kódolva. A 120 év. Érted? Tehát megvan, hogy hányat dobbalhat a szíved egy év, az életed során. Érted? És normál üzemmódban, nem háromszor akkora sebességgel. Stb. Stb. És az összes szervünk így működik. Érted? Valaki, mint tudom én, csak sétál, vagy állandóan fut, megnézheti. És mondjuk ugyanannyi kenőanyagot visz be, megnézheti utána, hogy mi lesz az izületeivel. A lábizületeivel. Érted? Szépen elkopik. Stb. Stb. Érted? Tehát mindenre megvan, hogy mennyi az élettartam. Az összes szervünk a 120 évre van kódolva. Normál üzemmódra. Nem túlterhelt üzemmódra. És a túlterhelés megrövidíti a szervek életét. Világos ez? Ez van. Sorry. De ez van. És akkor mit érnek el az embereknél? Te tömegsportolj. Ha nem tudsz már versenysportolni, akkor tömegsportolj. Mennyi fussál, mint a bolond. Érted? Tehát eleve, mikor szaladgáltak világéletükbe a nők?
maximum, ha valaki hajtotta őket, érted? Egyébként maguktól a nők hol szaladgáltak? Mikor? Szépen elmentek gyűjtögetni, abban nem volt szaladgálás, nem? Tehát miért pisilnak csoportosan a hölgyek? Miért? Mert mikor gyűjtögettek, akkor egyik pisilt, több megnézte, hogy jön-e valami, érted? Azért pisilnek csoportosan. Férfiak miért nem pisilnek csoportosan? Mert jó volt egy fa, oda ment le, pisilt, az ment tovább. Érted? Ennyi volt. Hát ez ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Tehát gondold végig, nem kellett a nőknek szaladgálni, mi ellen szaladgáltak? Hogy szaladgáltak volna, akkor hogy gyűjtötték volna a dolgokat, érted? A bogyókat. Hm? Hogy? Férfiaknak kellett szaladgálni, mert utó kellett néha elérni valamit, érted? De nőknek nem kellett. Hát az egész világ agyon van manipulálva. Az összes ember minél kevésbé tudatos, annál manipulálhatóbb. Nem épp itt az ideje lenne tanulni, fejlődni? Itt van egy hely, ahol ezt meg lehet tenni, ahol várunk szeretettel, ahol akik együtt vagyunk, tudunk egymással olyan dolgokról beszélni, amit mással nem feltétlenül tudsz megbeszélni. Érted? Miért nem tudsz megbeszélni? Mert rád néz és olyan furcsán néz rád. Érted? Hogy mintha nem erről a bolygóról származnál. Én nem erről a bolygóról származok. Ha tetszik valakinek, ha nem, előző életemet nem ezen a bolygón töltöttem. Jó? Hát ennyi. Mint lélek természetesen. Jó? Tehát sok olyan ember van ezen a bolygón, aki az első életét éli. Sőt, azt is tudom megmondani valakinek, hogy hanyadik életed volt. Tehát hanyadik életben vagy itt a Földön. Ez hanyadik életed.